Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Sinkovics Csilla vagyok, a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskolából. Matematikát tanítok. Mint ahogy az előző órákon már foglalkoztatok az egyenletrendszerek alkalmazásával, a mai órán azt fogjuk továbbvinni, de ma a fizika témakörével fogunk foglalkozni. Nézzük is az első feladatot. Két város 24 kilométerre van egymástól. Az egyikből 3,5 km per óra sebességgel, a másikból 4,5 km per óra sebességgel indul, reggel 8 órakor egymással szemben két gyalogos. A kérdés, mikor találkoznak? Mivel ugye valahol találkoznak, ezért a két gyalogos, amit megtesz utat, összesen 24 km. Jó. Mivel fizikával van a feladat, ezért alkalmaznunk kell a V egyenlő S per T szabályt, ahhoz, hogy föl, tudjuk ugye írni, mert hogy időre, idő, az idő a kérdés. Azaz T egyenlő S per V. Mivel a T lesz a kérdés, ezért föl tudjuk írni azt, hogy az egyik gyalogos x per 3,5 km per órával megy, a másik pedig y per 4,5 km per órával. Adja magát a feladat, hogy legegyszerűbb helyettesítéssel megcsinálni, azaz az első egyenletből fejezzük ki az x-et, x egyenlő 24 mínusz y. Ezt a második egyenlet x helyére helyettesítsük be, azaz 24 y per 3 és fél, ami egyenlő y per 4 és Innentől kezdve viszonylag könnyű dolgunk van, mert hogy kaptunk egy egyismeretlenes egyenletet. Mivel az egyenlőséggel mind a két oldalán egy-egy tölt van, ezért keresztbe tudunk szorozni, azaz 3,5 és fél szer y, az egyenlő 4,5 és fél szer 24, bocsánat, mínusz y. Tehát 24, oké, okay, még egyszer. Jó. Mielőtt tovább mennénk, nem szeretjük a tizedes tölteket, tehát szorozzuk be az egészet tízzel, így kapunk 35y, egyenlő 45 ször, 24-y-t. A beszorzás után ez 35y, egyenlő 1080 mínusz 45y lesz, és miután átrendeztük az egyenletet, azt fogjuk kapni, hogy 80y egyenlő 1080-nal, és végül y-ra meg fogjuk kapni azt, hogy 13 és fél kilométert tett meg. Méghozzá ugye a második gyalogosunk. Ezzel még nincs vége. Azt is ki tudjuk számolni, hogy az első mennyit tett meg, ugye 24 mínusz 13 és fél kilométer, azaz 10 és fél kilométer. Ezzel megvan mind a két gyalogos távolsága, hogy mennyit tett meg, viszont nekünk nem ez volt a kérdés, hanem az eredeti kérdés az volt, hogy mikor találkoznak ehhez ugye ki kell számolnunk a tét. t azaz használjuk az előzőekben fölírt képletet, a t egyenlő s per azaz mondjuk most veszem a másodikat, 13,5 kilométert, ugye ő megtett 4,5 óra alatt, és ha ezt elosztjuk, akkor ez 3, gyakorlatilag 3 óra. Mivel 8 órakor indultak, ezért 8 meg 3 az 11 óra, és mivel ez egy szöveges feladat, ezért válasz, szöveges választ kell ráadnunk, azaz a gyalogosok 11 órakor találkoznak. Jó? Ennél a feladatnál eltekintünk az ellenőrzésnél, de azt is meg lehet csinálni. Jó, tehát ez volt egy típusú feladat. Nézzük a következőt. Okay. Két falu között 18 km a távolság. Déli 12 órakor indul mindkét faluból egy-egy gyalogos. A kérdés az, mikor lesznek egymástól két kilométer távolságban, ha az egyik 4,5 km per óra, a másik pedig 3,5 km per óra sebességgel halad. Nagyon fontos van még egy kérdés, hány megoldás van? Ez már előrevetíti azt, hogy valószínűleg két megoldásunk van. Ha készítünk egy gyors rajzot, az egyik és a másik falu, faluról, ami között tudjuk, hogy 18 km a távolság. A kérdés az, hogy mikor lesznek két kilométerre egymástól a gyalogosok. Jó, az egyik is megtesz valamennyit, a másik is megtesz valamennyit, összesen 16 kilométert, tehát az lesz az első esetünk, amikor 16 kilométert tesznek meg, a második eset viszont az, amikor már elhaladnak egymástól, és úgymond egymás háta mögött lesznek, ekkor viszont már 20 kilométert fognak megtenni közösen, és így ugye két megoldásunk lesz majd. Nézzük az első esetet, amikor ugye 16 kilométert tesznek meg, azaz az általuk megtett út az 16 kilométer. Ugyancsak használjuk az előzőekben használt képletet az x per 4 és felett, ami egyenlő y per 4 és félel. Bocsánat, 3 és Jó és megint csak helyettesítéssel tudunk számolni. Azaz az első egyenletből kifejezzük az x egyenlő 16 y amit behelyettesítünk a második egyenletbe, 16y per 4 és fél, az egyenlő y per 3 és Megint tudunk keresztbe szorozni, azaz 4 és fél y egyenlő 3 és fél szer 16 y-nal. Ahhoz, hogy egyszerűbb legyen, ugye megint szorozzuk 10-zel, tehát 45 y egyenlő 35 ször 16 mínusz y. A beszorzás után, ugye mert hogy elhagyjuk az elő a zárójelet, azt fogjuk kapni, hogy 45 y egyenlő 560-35-tel, azaz 80y egyenlő 560-nal, y egyenlő 7-tel. Ennyi kilométert fog megtenni, tehát ez még nem az idő. Ennyi kilométert fog megtenni az, els, az egyik gyalogos, a másik pedig ugye 16-7-et azaz x egyenlő 9 kilométert. Mivel az idő a kérdés, ezért használnunk kell az előbb is használt képletet, azaz 9 per 4 és fél, ami 2. Tehát, ha déli 12 órakor indulnak, akkor az első válasz, hogy 14 órakor fognak találkozni. A másik egyenletet, másik egyenletrendszert csak fölírom, és rád bízom a kiszámolását. Ugye ebben az esetben az x plusz y az egyenlő 20-szal, és ugyanúgy használjuk az x per 4,5 egyenlő y per fél egyenletet a másikra. Elárulom, fél órával később lesz tehát majd a válaszod 14 óra 30 perc, úgyhogy úgy kell számolnod, és addig kell számolnod, amíg azt meg nem kapod. Jó, jöhet egy következő feladat. Egy teherautó 8 órakor indul Újvidékről Budapestre, egy másik pedig ugyanekkor indul Budapestről Újvidékre. Mindkét teherautó egyenletes sebességgel halad a két város pedig 300 kilométerre van egymástól. Milyen sebességgel halad a két teherautó, ha az indulástól számított három óra múlva találkoznak, és ha tudjuk, hogy ha Újvidékről egy óra 40 perccel előbb indult volna el a teherautó, akkor ennek négy, ennek négy órás menet ideje után találkoztak volna. <kül> Jó, egy picit hagyom, hogy végig gondold a feladatot, te is. Jó? Tehát a kérdés, milyen sebességgel haladnak? Az egyik, az első teherautó mondjuk x sebességgel halad, a második pedig y sebességgel. Tudjuk, hogy három óra múlva találkoznak, tehát akkor ő, ők háromszor x, és háromszor y utat tesznek meg, ami nem más, mint 300 km, mert hogy ennyire van egymástól a két város. De azt mondja a feladat, hogy ha új vidékről egy óra 40 perccel korábban indultak volna, vagy indult volna a kamion, akkor 4 órás menetidő után találkoznak találkoztak volna, tehát akkor az első 4 órát tett volna meg, a második viszont csak 2,1 harmad y és megint csak 300. Miért 2,1 harmad? Azért, mert a 40 perc az nem kevesebb, mint az óra két harmada, tehát mivel ennyivel előbb indult, ő ennyivel kevesebbet tett meg. Jó? oldjuk meg az egyenletrendszert. Az első egyenletet osztjuk el 3-mal, így x plusz y egyenlő százat fogunk kapni. A második egyenletrendszert pedig egyenlőre csak alakítsuk át a 2,1 harmadot 7 harmad y-nál, ami szintén egyenlő 300-zal. Adja magát, hogy helyettesítéssel lenne érdemes megoldani a feladatot, azaz az elsőből megint csak az x-et helyettesít ö, fejezzük ki, az nem más, mint 100-y. Amit ugye be kell helyettesítenem ide a második egyenletbe. Tehát 4x 100-y plusz még a 7 harmad y ami egyenlő 300 százal Jó? Mielőtt beszoroznák és elhagynám az zárójelet, beszorozom az egészet 3-mal, azért mert nem szeretjük a törteket. Tehát 12-szer 100 mínusz y plusz 7y, ami egyenlő 900-zal. Jó, most elhagyom az a zárójelet, azaz beszorzok. 1200 mínusz 12y plusz a 7y az egyenlő 900-zal. A mérlegelv alapján ki kell vonnom belőle 1200-at, itt pedig rögtön össze is vonok, az 5y egyenlő mínusz 300, de az egészet el kell osztanom ugye mínusz 5-tel, mert hogy y-ra... Meg kell megkapnom a végeredményt, az pedig nem több és nem kevesebb, mint 60, ugye itt már kilométer per óra. Ha ez megvan, akkor visszatérek ide, ahol kiemeltem az x-et, és x egyenlő, ugye 100-ból 60, ezt le se kellett volna írni, x egyenlő 40 kilométer per óra. Tehát a válasz a kérdésre, hogy az egyik 40, tehát válasz, 40 km per óra és 60 km per órával mennek a kamionak, illetve teherautók. Jó, és ezzel ugye meg is oldottuk a feladatot. Jó. Két folyóparti város között egy hajó jár a folyón. A hajó motorjai mindig egyformán dolgoznak, tehát a hajó a vízhez képest mindig ugyanakkor a sebességgel megy. A hajó lefelé két óra, felfelé pedig négy óra alatt teszi meg az utat. A folyó mentén feljebb lévő városban vízbe dobnak egy szalmabábút a tavasz köszöntő ünnepségen. Hány óra alatt ér le a bábú az alsó városba? Jó, ez még ugye mindig fizika. Nézzük, két dologra van szükségünk. Egyrészt a hajó sebességére. amit jelöljünk most x-el. Másrészt pedig a folyó sebességére, ami pedig legyen y. Amikor a hajó lefelé megy, akkor megy a saját sebességével, és ugye segíti még a folyó sebessége, és azt mondja a szöveg, hogy lefelé az utat két óra alatt teszi meg, egy ketted legyen. Miért? Azért, mert ugye ö, sebesség, út peridő, és most tekintsük a két. Ö, város közti távolságot egységnyinek, amit ugye ő két óra alatt tesz meg. Amikor viszont fölfelé megy, akkor az ő sebességét hátráltatja a folyó sebessége, ezért is lesz a fölfelé menő sebesség egy negyed. Jó? Adja magát rögtön az ellentétes együtthatók módszere a megoldásra, azaz adjuk össze a két egyenletet, tehát 2x egyenlő 3 negyeddel, miután ugye az 1-kettedet és az 1-negyedet összeadtuk. Ezt még aztán el kell osztanunk ugye 2-vel ahhoz, hogy az x-et megkapjuk. Ez pedig nem más, mint 3-8-ad. Tehát a hajó sebessége az 3-8-ad. De ez nekünk nem lesz jó, nem lesz elég. Mert hogy? nekünk a bábú sebessége kell, illetve az pontosabban, hogy a bábú hány óra alatt ér le, és a bábú ugye a folyón úszik. Ezért ki kell számolnunk a folyó sebességét is, és onnan fogjuk megtudni majd, hogy hány óra alatt ér le. Jó, ehhez ugye valamelyik egyenletbe be kell helyettesíteni. Mondjuk vegyük az elsőt, 3 8 plusz y az egyenlő 1 2 -ed y egyenlő 1 2 mínusz 3 nyolcad, mert ugye a mérlegel alapján ki kell vonnunk belőle 3 ot és ennek a végeredménye y egyenlő 1 egy ad lesz, vagyis a folyó sebessége 1 nyolcad km per óra, azaz az egységnyi távolságot 8 óra alatt fogja megtenni, tehát a bábunk, amit ugye az egyik városban beledobnak a folyóba, 8 óra alatt ér le a másikba. Alatt ér a másik városba. Jó? A fizika témaköréből én ennyi feladatot szántam mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.